értek semmit. Bizony, olykor még egymás hangját sem könnyen hallották meg a csapatok tagjai, annyira koncentráltak a feladatok megoldására. A tűzoltóverseny első 50 perces fordulójában egy feladatsor kellett megoldaniuk a gyerekeknek. A Széchenyi Ödön életrajzáról kéne feladatokat megoldanunk. Az eddigi feladatok mennyire nehezek, mennyire könnyűek, hogy értékeled? Könnyűek is, meg nehezek is. Bár az első forduló papír felett elméletben zajlott, azért a csapatoknak olykor nagyon is gyakorlatias feladatokat kellett megoldaniuk. Tökéletiség és feltételein az, hogy hány százalék oxigén kell, és hány százalék oxigén tartalomnál szűnik meg az égés. Ezen a feladaton gondolkodunk. És mi a tippetek, mi a megoldás? Az a helyzet, hogy tippelni nem akarunk. Azt próbáljuk kideríteni most. A feladatok nehézsége az változó, mert van olyan, ami egyszerű, tehát van olyan, amire semmilyen segítség nem kell, viszont van olyan, ami úgy megfog minket. A gyerekek hónapokon keresztül készültek a bonyhádi összecsapásra, hogy eldőljön, melyik település diákjai vannak leginkább képben a tűzoltási ismeretek terén. Volt elmélet is, és szereltünk is az udvaron párszor. És most mennyire nehéz a feladatnak, hogy értékelitek? Hát meg lehet oldani. Mire számítotok? Nem lehet. Hát arra számítunk, hogy jó lesz, sokat gyakoroltunk rá, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz. Kaptunk egy ilyen nyomtatott lapot, amire Széchenyi Ödön életrajza volt kiírva, és akkor onnan, hogy mondjuk milyen kitüntetés kapott Konstantinápolyban, meg ilyen feladatokat. Közel 2 évtizedes hagyomány már, hogy a bonyhádi és a környékbeli iskolákba járó diákok itt az egykori Széchenyi István általános iskolában mérik összetudásukat. Széchenyi Ödön tűzoltó versenyt hirdetünk minden évben, most már 18 éve, és általában a környékbeli településeknek a tűzoltói készítik, önkéntes tűzoltói készítik fel a gyerekeket erre a versenyre. Az 50 perces elméleti feladatsor megoldása után a gyerekek az udvaron természetesen a gyakorlati ismereteiket is megmutathatták. A tűzoltó tömlők összeszerelése majd a tűzcsapra illesztése után a lehető leggyorsabban kellett átfutniuk az eszközökkel az iskola udvarán. A tűzoltó verseny egyébként nem csak a résztvevő gyerekek számára fontos kihívás. A bonyhádi általános iskola pedagógusainak is komoly kihívást jelent, hogy évről évre meg tudják szólítani a fiatalokat, azért, hogy aztán a versenyzők igazán hasznos ismeretekkel legyenek gazdagabbak a nap végére. Nehéz a gyerekeket megmozdítani, pedig mind a katonasághoz, rendőrséghez, tűzoltósághoz nagy a vonzerő, úgy gondolom. Mégis amikor szabad időt kell szánni arra, hogy ezeket az ismereteket elmélyítsük, arra egy picit nehezebben szánnak időt a gyerekek, de nagyon fontos az, ahogy a bevezetőbe is hallottuk, vagy a köszöntőbe, hogy olyan ismereteket szerezzenek, amik otthon a családban, vagy a családi háztartásban hasznukra válik, vagy a saját környezetükben, hogyha olyan helyzettel találkoznak, akkor legyen arra a problémára majd megoldásuk, jó megoldásuk, hogy a tűz ne terjedjen tovább. És azt gondolom, hogy ez az egésznek a lényege, hogy bátran merjenek ilyen helyzetbe dönteni és cselekedni. A tűzoltó versenyre idén 8 diákcsapat jelentkezett, és ahogy elhangzott, a gyerekeket igazi önkéntes tűzoltók készítették fel. Nagyon örülök neki, a Zombai Általános Iskolában a Tóth tanár úr szervezésében most sikerült összeszedni 5. és 6. osztályos gyerekeket, 2-3 gyakorlat és az elméleti. Én úgy érzem, hogy ha az idén nem is, de remélem jövőre, illetve a megyei versenyre már ezek a kis diákok be fognak érni. Nagyon örülök neki, hogy ez a Széchenyi Ödön emlékverseny van, ez az előverseny, utána majd ezt a megyei verseny, és hát természetesen el szeretnénk menni Kurdra, Tűzkakasra, és minden évben részt veszünk. Én már a 18-szor volt megrendezve, abból tavaly itt nem tudtunk jönni technikai okok miatt, de az idén, hála Isten, itt vagyunk. A versenyt végül idén az Apparhanti csapat nyerte meg. A bonyhádi diákok a 2. helyen végeztek.